21 éve, hogy foglalkozunk ezzel a turizmussal, ahogy én mondtam itt a bevezetőben. És hát a lényege, ugye mi így szívesen fogadjuk a vendégeket, és megpróbáljuk, attól függetlenül, hogy magyarok vagyunk, ugye főleg magyar vendégeket fogadunk, de most már egy jó pár éve ukrán vendégeket az országból is fogadunk. Hát a saját konyhánkat mutatjuk be, hogy főzünk, hogy készítjük az ételeket, és meg akarjuk mutatni a vendégeknek, hogy mi milyen családias, meleg fogadtatásba fogadjuk ezeket a vendégeket, és én gondolom, hogy emiatt is nem semmiért jönnek vissza a vendégek, visszalátogatók, és lehet mondani, én magamról beszélek, a mi Teletár vendégházunkról, hogy 15 év leforgása alatt nagyon rengeteg visszajáró vendég van, akik már nem csak egyénileg is jönnek, hanem társasággal minél több vendégeket hoznak, mert nekünk a vendéglátásban, ami a bónusz, ami húzza és csábítja a vendégeket, az a magyar konyha. Hogyha a magyar konyhát megemlítette, ugye nagy valószínűsége annak, hogy minden turista csoport más menüt kap, más ételeket kóstolhatnak meg. De biztos van egy fix pont. Mi ez a fix pont? Mit szoktak minden menübe beépíteni? Na most az az igazság, hogy a magyar konyha nagyon változatos, rengeteg étele van, rengeteg ételt lehet készíteni, amit be lehet mutatni. És főleg ugye az itteni vendégek egy-két éjszakára jönnek, ami a lényeg az, hogy az első nap azt, amit mi bemutatunk, az a bográcsos, a bográcsgulyás. Van a klasszikus formája, és van a babgulyás. Na most az attól függ, hogy a csoportnak mi van felajánlva, és az az első, amit mi ajánlunk, és vannak olyan csoportok, vannak olyan egyéni társaság, hogy hát nem kikötéssel, de kérdezik, hogy és vacsora. És akkor nekünk ugye a kötelességünk, aki ebben foglalkozik, hogy hát babgulyás vagy gulyás, bográcsos gulyás. És ez az egy étel, ami mindig és nem maradhat ki az étlapról, ami vonzza a turistákat. Na most a magyar vendég, amikor jön, látogat nálunk, ők egy több napra jönnek, főleg olyan két éjszaka, három-négy éjszaka, az attól függ, hogy milyen a programjuk. Hát mi próbálunk kedveskedni, ők nem ismerik a borslevest. És mi megpróbáljuk, ha nem is az ukrán igazi borslevest, de mi azért belecsempészünk egy kis magyaros ízeket, és elkészítjük nekik a borslevest. Na de a második nap az ugyanúgy az ukrán vendégnek, és ugyanúgy a magyar vendégnek nálunk, ami törvényszerűen a házi magyar húsleves. Független attól, hogy most magyar vendég vagy ukrán vendég, a hazai, házi, falusi tyúkból készült húslevest szoktuk elkészíteni. És utána meg már a magyar konyha, amit felajánl a többi napokra, ha több napra jönnek, akkor már megbeszéljük a vendéggel, hogy mit is szeretnének enni. De ez a két-három étel az, ami a lényeg, ami nem maradhat ki senkinél, aki falusi turizmussal foglalkozik.